kijöttem, mivel itt a jó idő, felállítottam pár célpontot, kisebbet is, ne jobbat is. Viszont van egy kis baj, hogy 50 méterre tettem magamtól kb. A dolgokat, szóval kicsit nagyképűen hangzott ez a dolog, mert van egy kis légmozgás is, és hát nem tudom, hogy el tudom-e lőni őket, tehát nézzük meg, az a lényeg a sznipernek, hogy ellenséget minél messzebbről meg tudjam állítani. Nem könnyű betölteni, és így belegondolva azért a háborúban nem lennék. Szóval nem tudom, hallottatok erről a háborús helyzetről. Én nem tudom, lennék is, meg nem is lennék a háborúban, mert sok játékkal játszottam, és ott mindig olyan menőnek tűnik a háborúban lenni, hogy élőben belegondolva nem könnyű. Főleg menekülni el, családod, barátok szétfoszlanak, azt se tudod, hogy már hol vagy a végére. Szóval itt az idő gyakorolni, mert oké, hogy még békében élünk, és ennek nagyon is örülök, de bármikor, bármi lehet, szóval jobb előkészülni. Hallasz, Lau? Igen, hallok. Kérlek szépen, gyere már ki, meg hozzá már a sniperembe töltényeket, ha megkérhetlek. Kész. Köszike. Na, Lau, hol vagy már? Vegyék, már úton vagyok, nyugodj már le, csak még töltényt is kellett neked keressek. Jó van, nem baj, csak már háborúban lennék, már rég kinyíltak volna. Ja? Megtöltöttem egy másik tárat, mert nem találtam külön töltényt. Jó. Köszi szépen, Lauka. Komoly saját építettél fel, mit ne mondjak. Tudom, Lau, tudom, hogy komoly pályát építettem, mást vártál tőlem, azt hiszed, hogy én béna vagyok? Háborúra készülök elő. Lau, de az a helyzet, hogy ez a sniper annyira jó, 50 méterre vannak kb. Tőlem a dolgok, annyira szépen le tudom őket lőni, egyszer-kétszer eltaláltam azt a dobozt is, beszakította, érted? Nem csak behorpadt, beszakadt, átment a golyó rajta. Kipróbálhatom én? Gyere, próbáld ki, várjál, betöltöm, mert ez úgy viszonylag nehéz azért. Hátra húzni, gyere ide. Odaadom a baseball sapkámat, hogy rendesz ilyen sniperesért, hogy ilyen menőnek kell lenni még a csatatéren is. Én most menő vagyok? Hát, rajtad nem néz ki olyan jó. Hogyha becéloztál valamit, húzd meg csak. Hát ez kicsit mellé ment, nem baj, elnézem neked, mert még gyakorolnod kell. Gondolkodtam pár dolgon, hogy már itt van ez a sniper. És itt van egy csomó fegyver itthon, nyilván nem igazi. Azon gondolkodtam, hogy meg kéne valakit prankelni, nem téged, meg nem is engem, mert most hát azért mondom el neked, érted? Anyát, apát, valahogy, érted, mert nyilván azért anyának fájna például egy lövés, de azért apát de valahogy meg lehetne. Miért kérdezzel valakit meglősz, ez körülbelül mennyire fáj? Annyira fáj, mint az, de hogyha csupasz felületre, például hogyha rövidgatja vagy, és például lábon lőlek, akkor ettől kicsit jobban bepíros, egy kicsit jobban fáj, meg annyi a különbség, hogy ennek a golyója tömény, nem ilyen zselés. De, Lau, meg kéne valakit így prankelni. Te ezen nem gondolkoztál? Szerintem majd este beszéljük meg, addig taníts meg erre, hogy kell. Nézzük. Amúgy nem lett volna olyan rossz lövés, csak hát úgy mégsem. Lau! Igen? Kitaláltál valamit? Hát, nem nagyon. De egyáltalán tudod, hogy miről van szó? Hát, azt tudom, hogy miről van szó, nem találtam semmit. Látom, veled is csak egyel többen vagyunk. Fogadjunk, nem is gondolkoztál az egészen. Hát, de gondolkoztam, de hát nem jutott semmi eszembe. Mert segít, de láttál valamit? Hát én ki? De mindjárt bemegyek hozzád, jó? Lau, itt vagyok. Olyan dolgot kitaláltam, hogy besírsz. Nem. Abba tudnád kísérteni a tanulást? Igen. Köszönöm szépen, hogy most az egyszer le tudtad tenni a tollat a kezedből. Jó, csak leírtam egy mondatot. Aj, kit érdekel.
fel is vázolom, hogy miről van szó, nagyon komoly, be fog sírni. Kezdhetem? Kezdhetem. Hát azt várom, hogy kezd. Tudod, apával megbeszéltük, hogy mostantól jött a jó idő, mindig elmegyünk majd bicúzni egy héten legalább kétszer-háromszor, és akkor kitalálom ma, hogy elviszem apát bicúzni. És ott, tudod, mert úgyis apát mozgásba kell tartani, tél volt, ilyesmi, ő is szeretne kicsit mozogni, meg hát amúgy is muszáj neki, mert már kezd törekedni, így ezt ilyen fitten kell tartani. És mitől mindig bicózásnál szoktam apával beszélgetni, tudod, olyankor ki van tisztulva az agyunk, jó levegő, csönd van, senki nem szabad. Ott rávezetem apát arra, hogy le kéne hívni az agócsot. Hát az agócs is, ez tényleg így van, mondta, hogy hát ő el akarna jönni már bicózni, itt a jó idő, mert ugye ott Pesten nem lehet konkrétan sehol menni bicózni, és itt nekünk meg van egy erdő, és ez tök jó lenne elmenni hárman bicózni. Ha apa belemegy, akkor holnap után lejönne a Bence is, és én meg az utolsó pillanatban lemondanám ezt az egészet az én részemről, mert nekem el kell menni karatéra. Érted, kétszer az IQ, de mivel Bence már lejött, az lesz ebből 99%-ba, hogy ti hárman elmentek biciklizni, mivel én nem megyek, ezért téged bele fognak rángedni, nyilvánvalóan szokásosan. Na, be kell állnosznod magad, Lau, ez így működik. Én majd apa sniperét beteszem a padba, mert annak van úgyis egy jó nagy doboza, hogy ölbe hozom, annak úgyis van egy fogantyúja, azt majd kitalálom, kimegyek a dolinába, előttetek vagy utánatok, azt is majd eldöntjük, felmegyek, elbújok valahol a dombon, te leviszed a Dolina völgybe, tudod, a házhoz, a pihenőházhoz, apát meg Bencét, hogy pihenjenek. Én el leszek bújva valahol, megfogom a snipert, betöltöm, és segbe lövöm őket, nyilván nem szélzok fejre, nem lövöm ki a szemüket. Engem találsz el. Milyen téged találok el, szerinted olyan béna vagyok, ez most komoly? De amúgy ennek nem nagy a hangja. Nem, na Lau, most teszteltük le tegnap előtt, vagy tegnap. És ez nem fáj? Hát fájni, nem tudom, hogy fáj-e, magamat még nem lőttem meg vele, téged se. Az a lényeg, hogy őket le tudjam puffantani, nyilván meg lesznek illetődve, meg lesznek lepve, hogy mi ez, darázs megcsípte őket, hogy mi, fájni is fog. Attól félek, hogy tudod, ahogy megnőm őket, lepattan róluk a golyó, és észreveszik ezeket a kis fehér izéket. Hát az ilyen földbe azokat a kis fehér cuccokat, nem hiszem, hogy észreveszik, lenézik is. Itt egy golyó. Laukám, áll az alkú? Ennyit kéne csak csinálnod, hogy elviszed őket lepihenni a faházhoz. Legyél ott, mert jó, hát nem tudom olyan sok ideig, nem tudok hinni. Majd én elintézem, nyugodj meg. Jó. Oké. Köszike. Legalább én is bicózok egy jót. Jó, ez a gyerek, mert ennek is már olyan ötletei vannak, kikészít ezzel. Hát papcikám, ahogy látom, eléggé kifáradtál. Miért nem? Hát azért én minden nap bicózok. Hú, az éve első bringázása. Attól függetlenül köszönöm, hogy rávettél. Ez nagyon jó. Figyelj, ebbe a korban minél többet kell mozogni. Itt értünk fölfele. Vezettem az utolsó 100 méterig, és utána nagyon csúnyán elment a kölyök mellettem. De viszont jó lesz az alvás, ha majd egyszer hazaérek. Na, papca, az a lényeg, én büszke vagyok rád. Szerintem te is magadra, hogy el tudtál jönni most is. Köszönöm, fel tudtál tekerni, egyszer se álltunk meg úgy, hogy pihenni kellett volna. Szerint hallott, papca, már így eljöttünk bicózni, meg ilyesmi. Eszembe jutott egy dolog, amit még a Bence mondott nekem, hogy el szeretne velünk jönni egyet bicózni. Tekerni? Hát az tök jó. Hát tekerni, és hát akkor hogy például egy hónap után, hogyha el tudnánk jönni, azt mondta, hogy ez neki is jó lenne, és hogy... Hát a hónap után azt beszéltük, hogy jövünk mi ketten, nem? Hát igen, de hogy akkor őt is belekötnénk. Akkor mikor így délután jó neked is? Aha, hát is suli után egy órával. Jó, csak egy feltétele, hogyha az elektromossal jöhetek. Ó, persze. Nem hülyéskedek. Legyen ez az Éva Sporté, kint a szabad levegőn, apa-fia program, hiszen az együtt töltött idő örök emlék, hogy szokták mondani. Gyerünk hazafele megint egy verseny, ezúttal ne felejtsd el, hogy másodszorra mindig én győzök. Úgyhogy kösd fel a bugyidat, öregem. Jó, mert... akkor a kerekekkel én is nyernék. Nyilván, hogy nagyobb lendülettel fog jönni, mint én. Ötször. De a lényeg, hogy nem lesz az, hogy te csak te győztél, hanem hazafele nagyon csúnyán kifújom a nozidat. Úgyhogy fordulj meg, és indulás! Hú-hú! Móbi derek! Merre vagy? Megette a gyereket reggelire! Yes! Hallott kicsi lány, te most a Norminval fogsz jönni? Nem, ez itt van a Bence mindjárt. Ez a Bence fog kell? Jönni. Ja, a Normint odaadjuk a Bencének? Aha. És akkor én jövök a... Nem fog Normival menni. Én ezt sokkal jobban szeretem. Jó, akkor te jössz a kékkel. Igen. Jó, a Bence jön ezzel, én meg jövök ezzel. Igen. Akkor nem kell elektromossal menjek, akkor mind a hárman tudunk menni. Jó. Na várj, itt is van a Bence, gyere félre innen.
Ohó, oda néz! Figyelj, menni fog a bringájával, figyelj! A bringa, na, igen. Figyelj, piros-fehér a biciklis, meg az autó is, ezt tudtuk intézni. Gyere, légy szíves! Itt lesz az a bringa, itt ahogy látod, megy is a Verdáthoz. Figyelj, így tudtuk ezt elintézni, sőt, megy a Szethez is. Apropó Szeth, te így fogsz jönni? Így szeretnék. Csak cipő, hoztam egy másik cipőt. Hát én figyelj, nem a cipőre gondoltam, mert még a cipő akár jó is lehetne. Figyelj, hogy itt azért nem úgy van, hogy csak elmegyünk és tekerünk 2-3 kilométert. Hát mennyit akarsz tekerni? Hát egy 20-at. Ahhoz meg rendes ülepes nadrág kéne. Ülepes nadrág. Akkor most csak egy ilyen komolytalan tekerünk? Nem, komolyat tekerünk, így is. Hát hogy? Hát így nem tekerünk, hát mi a normival kiszoktunk menni, mi fölmegyünk egészen a dolinának a, mit a majdnem átmegyünk Kátára, meg ilyen. Nagy Kátára. Nagy Kátára. Az igaz, hogy hallod, egy gyerek ide jött, érted, hogy jó, hát akkor tekerünk egyet, azt hogy ide megyünk az utcasarokra, meg vissza. Figyelj, leszek a formát, érted? Nem, jó lesz ez is. De figyelj, úgyis izomlázad lesz, mint az állam. Figyelj, akkor én sem öltözöm túl a dolgot, jó, akkor így, ahogy van, nem hát kell, akkor itt kapkodjunk. Te jó. Meg jössz így. Mit szóltak hozzá? Okay. Nekem jó, hát én. Na, akkor gyertek, vételezzünk egy kis vizet, jó. Aztán támadjuk. Átveszem a cipőt, a főkolompos. Főkolompos szerinted mi vagy a bringájával? Ez az ő bringája? Figyelj, úgy leszervezte, hogy gyere le, hogy kiderült, hogy karateedzése van. Akkor jól csinálta. Jó, úgyhogy hárman megyünk igazából. Jó. Ő az, aki előkészíti, hogy ó, gyere, Bencét is hívjuk meg, apa, neked mozognod kell, légy meg úgy. Ez szokásos. Hát persze. Mi történik? Mondom, kölyök, nem öltözöm. Hát én meg edzésre. Hát mondom, akkor mi írtad le a Bencét? Miért nem szólt, hogy Bencem is? Emberek, örülök, ha minden igaz, már elmentek. Azért settenkedve kell mennem, és hát nem hazudok, esküszöm, úgy nézek, mint egy kommandós. Itt a táska, fegyó, cső, itt kiáll minden. Hát ki is nézek, mert hát itt a garázsban még lehetnek emberek. Senki sehol. Esküszöm, a Call of Duty-ba érzem magamat. Jó. Senki sehol. Valószínűleg már elmentek, bicókból is hiányzik, szóval már tudom is, hogy mikkel mentek. Itt a quad. Én gyorsan lepakolok, látjátok, kicsit festve, biztonság kedvéért, és hát fullos kezdődjön az akció. Lepakoltam a fegyvert, hát nem fért be olyan jól, egy csíj azért kilóg, plusz úgy nézek ki kicsit, mint egy orvadász, és eléggé félek, de nyugi normi, nem lesz semmi baj, terepen megyek, lassan megyek, betartom a szabályokat. Tökéletes indítás! Megérkeztünk, valóhova ide fogom letenni a kvadot, mert innen nem látszik oda le semmi. Itt fogok valahol elbújni. Ide sikerült megállnom a kvaddal, szerintem elég jó hely. Itt a sniper, sapka, festék, táska, minden. És ha minden igaz, akkor nekem itt az erdőbe arra fel el kéne menni, mert az néz rá rendesen a házra. Szóval megyek is. Megpróbálok olyan helyen menni, ahol elférek. Hát úgy is mondja, nem szeretnék találkozni egy vaddisznóval, és hát mondhatjátok, hogy jaj, meg lelövöm, meg ilyenek. Hát egy, nem kínzok állatokat, kettő, semmi baja nem lenne a állatnak egy ilyen lövéstől, három, amire betölteném már rég, például egy vaddisznó elütött volna. Apa ruhája vagyok, és egy lövésem kéne elszakítani. Hát ez a Call of Duty gyerekek. Nincs mese. Könnyebb útnak néz ki, itt jövök. Ha meg is van a rálátás, itt leszek valahol. Teljesen rálátok az egész helyre, már csak be kell készülnöm, találnom kell egy jó pozíciót, és várnom kell, hogy jöjjenek a pályák. Kamerát.
kamerát, hogy lássatok kicsit engem is, és tudjak egy kicsit pihenni itt a hosszú út után. Itt vagyok már egy fél órája, itt összepakoltam, letettem, berendezkedtem ide a kis két fa közé, és hát senki sehol. Szóval, hogy ha ezeknek most leesett a lánca, vagy visszafordultak, én meg itt eljöttem, előkészültem, nagy nehezen bepakoltam, kifestettem még magamat, érted? Még apának a ruháját is elcsortam. Én nem tudom, mit csinálok, hogyha ezek nem jönnek, mert nagyon jól szedtem, mert hát senki sem vett észre, el sem néztek erre, szóval nem keltettem semmilyen feltűnést, de hallok valakit. Sniper üzemmód, gyerek. Na mi van, bírod? Hallod, még mindig fáj a fenekem, hallod? Úgy meghorzott a Norman valamelyik nap. Itt megállhatunk, nem? Laura ezt mondta, ezt a helyet. Na milyen? Jó, hát most végre lefele jó volt. Nem ittam semmit otthon, mielőtt eljöttük. Figyelj, ahhoz képest nagyon jó bírod, hallod? Le a falappa. Ott én gyalogoltam fel, csak szólok. Miért nem bírtad ott feltekerni? De ahhoz képest nagyon profi módon ide jöttél. Hát, olyan gyorsan tekertem. Ti már nem voltatok a Dalina, vagy én még csak mostantam. Oda néz. Az agós meg van szomjazva. Városi gyerek. Kitikattam. Mindjárt jó megcsípi egy pók, vagy valami, nem kérek. Na, azt javaslom, akkor egyet pihenjünk, gyerekek, tegyük le a bringát. Laucika, szusszanjunk egyet. Csücsenjünk le. Mondjad? De miért olyan messzire ülsz? Te jó meg vagy szomjazva, nem azért a 2 forintért, hallod? Ja. Figyelj, ott járnak a legyek a fejed tetején. Mi az? Mi történt? Nem tudom, valami olyan megcsípett, barátom. Hallod, mi van? Városi gyerek nem bírja nem, az erdőt? Nem, nem vicc. Hallod, tényleg? Ne ügyéskedj már. De hogy megcsípett? Darázs vagy mi? Nincs körülöttem valami. Figyelj, ezt most én is hallottam. Frankon mondom. Figyeled? Fú, gyerekek, nagyon gyorsan tiplizzünk innen elfele. Engem nem csípett meg semmi. Hallod, Lau, gyere már gyorsan. Figyelj, vegyed már a részétel. Gyorsan. Figyelj. Ezt most én is hallottam. Az nagyon fáj, gyerekek. Látszik is, De mi? Valami darázs, vagy mi az? Olyan, Hát olyan, mint hogy megcsípett, csípés. Kicsit be van dagadva. Egyébként kiszok gyorsan, valami antihisztamint, nehogy valami allergiám legyen. De nem hallottad, hogy valami, mintha neki repült volna a hátamnak? Sövített? Mi a jó Isten ez? Megyem, menjünk. Az a baj, most már szúnyogoktól is ezért félek konkrétan. Rászállt az előbb egy légy a kezembe. Na jó, te kis városi gyerek. Figyelj, nekem esküszön fáj a hátam. Szerintem tiplézzünk, de én még nem jártam itt sosem. Nagy hangja volt, de engem nem csípett meg. Te, aki félsz a pókoktól, meg mindentől, te nagyon nyugodt vagy most, de nem félsz a méhecskétől? Nem láttad, hogy néz ki a nyaka, meg az én hátam? Na jó, gyere, menjünk gyorsan. Megy. Szerencsén engem sem nem csípett meg, úgyhogy... Gyerünk, hazaértem, előbb, mint ők. Remélem, hogy jók lesznek a dolgok. Fölkapcsolom a lámpát, minden jól alakult, mindent kivettem, szépen idehúzzuk, leülök játszani, mint hogyha mi sem történt volna. Értitek, mint hogyha mi sem történt volna. És hát, gyerekek, mehet a játék. Úristen, kislányom, mi van itt, hogy ilyen kupolda van? Milyen volt a biciklizés? Fárasztó. Fárasztó volt? És még fáj a hátad? Fú, képzeld el, hogy nem tudom, mi lehetett, az valami nagy ilyen piros pontok vannak, de nem csípés, megnézte anya. De olyasmi, mint egy csípés. Igen, valami lehet, hogy megcsípett, vagy nem tudom mi csak az. Csak nem olyan. Lehet, hogy hangya, lehet, hogy nem darázs, valami hangya, vagy szárnyas hangya, vagy valami szürke légy. Hát nem tudom, kislányom. Figyelj, Normi gyereket láttad már? Szerintem szobájában van. Ennyi tanulni van ott van. Hát irodalom meg matek. Úristen, na megnézem akkor őket is, hogy mit csinál. Na mi van a karatéssel? Milyen volt az edzés? Na szia, papca! Lesz ott készen, vagy itt játszol? Aha, persze, hogy készen. Mi? Hogy nem? Melyik a skined most ez? Hát ez, ami vagy. De mi vagy csajja? Már azok robba. Úristen, mi van? Megütöttek? Vagy mi van a fejeddel, fiam? Nem megütöttek. Most nézem. Te jó, aki vagy amúgy. Te normál, te láttad már magad? Én? Semmi nincsen. Mit csináltok az edzésen, ha itt nézel ki? Semmi nincsen velem, apa. Hát ember, nézd már a tükörbe! Hát mit csináltál az arcoddal? Hát fiam, ne szórakozzál már! Hát ez megütöttek? Vagy mivel kented össze? Vagy mit csináltál? Mi? Kisom, mit csináltál az arcoddal? Semmit, apa, semmit. Semmi különös. Hát de hogy nézel ki, basszus?
Valami maszkot csináltál magaddal, vagy mi ez? Nem, ez csak én arcmasztól, én jót tesz. Kérdezd meg anyát. Te arcmaszkot veszel fel? Nem arcmaszkot kell felvenni, csak rá kell kenni. De ez mire jó? Semmit. Csak azt hittem, hogy már lejött. De neked vadonatúj arcod van, ilyen kis gyerek vagy még. Minek ilyen maszkot neked vagy? Nem tudom, hát kipróbáltam, hogy milyen. És milyen volt ebben bicúzni? Hát kár, hogy nem jöttél, figyelj, barom jó volt. Azt mondta, nem, mert ilyen lazát tekertünk, tudod, most se sisak, semmi, tudod, csak így elmentünk, tekergettünk. Figyelj, úgy képzeld el, hogy Bencének úgy megcsípte valami a nyakát, hogy ez valami elképesztő. Szegény. Frankon mondom. Eljön bicózni és megcsípte. Majd este, majd figyelj, majd fűrés után, majd gyere be, megmutatom a hátamat. Figyelj, nekem is. Figyelj, két olyan pötty van a hátamon, hogy elképesztő. Na mindegy, játsszál kisfiam, figyelj, töröld le az arcot, nagyon brutálisan nézel ki. Jó, jó kisfiam. Na, jó, jó játékot! Szeretlek! Én is! Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és hogyha tetszett! Nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel! Ne felejtsétek el, hogy ehhez hasonló airsoftokkal, meg stb. Fegyverekkel ne lőjetek emberre, ez nagyon fontos, főleg ne szemre. Hát apának is a hátán mekkora izi volt, ma olyan volt, mint egy csípés. Hát igen, és főleg ne szemre, mert azzal viszont maradandó sérülést is tudtok okozni, hogyha úgy találjátok el. És kicsit izgulok is, mivel holnap megy ki a videó, és hát elég nagy fájdalmat okoztam apának meg Bencinek. Nem tudom, mit fog hozzá apa szólni, mert ugye ilyenkor mindig megnézi a videót. Reméljük, nem kapunk büntetést. Hát igen, ebbe bízunk. Legyen csodás hétvégétek! Á, itt vagytok. Már össze-vissza kerestelek titeket. Ez Nonika, ez ehhez tartozik? Ehhez a fegyverhez? Igen. Mert ezt találtam a garázsát. Ó, ez megvan! Nem tudtam, hogy ez mi van, nem kidobtam. Hát az éneket ne dob ki, ez a fegyverhez tartozik. Na hát akkor tessék. Köszi, mamca. Ez ide kellett le. Sziasztok! I would die if I saw you now. Dreams might turn into something real. Don't you give me that look, take a bow.